A vendégek előtt ott lebegett a második hely megszerzésének lehetősége, így mindenképpen győzni akartak nagykőrösen a kék cápák. Az első negyedet egy ponttal a hazaiak nyerték, a második 10 perc viszont 12 ponttal a nyíregyháziaké lett. A folytatásban tartani tudta a különbséget Siska János együttese, a nagykőrösi próbálkozásokat rendre visszaverte a nagyon egységes csapat benyomását keltő Blue Sharks, amely sorozatban 9. győzelmét aratta a bajnokságban. Nehéz meccsre számítottunk előzetesen is, azért legmegfelelőbb körülmények között játszanak a csapatok nagykörösen, ezt meg kell említeni, de erre készültünk, tudtuk, hogy nehéz lesz, kint vannak szurkolók, buzdítják őket, hangosak, azért behallatszik ebbe a terembe minden, és ezzel együtt készültünk, oda mentünk, koncentráltunk, első negyedben még fejfél mellett haladtunk, de a második negyedben volt egy 10-12-0-ás rohanásunk, amivel igazából kicsit megtörtük az ellenfelet, és onnantól végig az eredmény után futottak. Mivel a Miskolc hosszabbítás után győzni tudott Hódmezővásárhelyen, a borsodiak maradtak a második helyen a csoport első Debrecen mögött, míg a Nyíregyháza Blue Sharks 16 győzelemmel és 6 vereséggel a harmadik helyen zárta az alapszakaszt a keleti csoportban. Maximálisan elégedett vagyok az egész csapat teljesítménye, főleg amit a második szakaszban nyújtott a csapat. Ugye 10 győzelem, egy vereséggel zártuk a második szakasz, 9 győzelem zsinórba, ezt nem kell megmagyarázni szerintem. A legjobb 4 közé jutásért a nyugati csoportban második helyen záró oroszlánnyal találkoznak a kék cápák. A két csapat februárban a HEP Kupa bronzmeccsén már játszott egymással, akkor a nyíregyháziak nyertek 94-65-re. Az oroszlány erősödött azóta, mert ugye egy amerikai játékos érkezett, illetve a régi visszajött, most még nem tudjuk, mert most már 2 van ott, és a Madár Andris ugye a Tiszaújvásba átment oda az oroszlányba, úgyhogy azért erősödtek, de felkészülünk belőlük, és győzni megyünk oroszlányon mindenképpen. A két győzelemig tartó párharc első meccsét pénteken rendezik oroszlányban, majd április 14-én pénteken Nyíregyházán találkozik a két csapat, amennyiben szükséges a harmadik meccsnek egy héttel később oroszlány adott hont.